Jó estét kívánok, kedves nézőink! Ezentúl a következő időszakban a nyírbátori sportszakosztályoknak a munkájáról, az elmúlt évéről, illetve az idei tervekről beszélgetünk majd. Először a férfi kézilabda kerül porondra. Itt van a vendégem Petnyázi Zsolt, szakág vezető. Jó estét kívánok! Jó estét. Hát kezdjük azzal, hogy önök ugye a hetedik helyen, illetve 10 ponttal zárták a bajnokság őszi szezonját. Ami hát nem egy acélos teljesítmény, hogyha innen nézzük a dolgot, de nyilván nem is kétségbeejtő teljesítmény. Mi volt az idei cél? Hát egy picit visszamennék, és korábbra kezdeném. A bajnokságnak úgy indultunk neki, hogy az elmúlt évben távozott több meghatározó játékosunk. Ki leállt, ki eligazolt, ki tanulmányai miatt kénytelen volt elhagyni a klubunkat. De különösebben nem estünk pánikba, és az volt a célkitűzésünk, hogy a megyei bajnokságot megnyerő fiataljainkra fogjuk építeni ezében a MB2-es csapatot. Ez azt jelentette volna, meg így is indult az őszi szezon, hogy csupán nyírbátori fiatalokból 7 játékos volt abban a keretben, aki gyakorlatilag pályára is lépett. Egyébként a célkitűzés az volt, hogy az első 5-6 hely valamelyikének a megszerzése. De a megyei bajnokságból felkerülő játékosok játékerejét ismerve, hát meg egy megyei bajnokság színvonalat ismerve, csupán ennyi lenne a különbség a MB2 és a megyei bajnokság között, hogy velük is ki lehet tűzni az 1-5 között valahol? Hát azért nem csak, mert azért maradtak a tavalyi sikeres csapatból játékosaink, illetve igazoltunk is, mert az, hogy felkerült 6-7 fiatal játékos, ezek mind nyírbátori gyerekek, ezek mind fiatal, 18-19-20 éves a legidősebb. Ha itt egyébként a keret összetételében, mennyi a nyírbátori és nem nyírbátori? Hát tulajdonképpen azzal, hogy utólag igazoltunk vissza leállt játékosainkat, mert meg kellett erősíteni, de erre majd későbbiekben kitérünk. Így közel fele-fele az arány. Uh-huh. Tehát az elképzelhetetlen ma egy osztályba sorolt bajnokságban, hogy csupán helyi játékosok egy ilyen kisvárosban. Hát az elképzelhetetlen. Már az MB2-ben is elképzelhetetlen. De az MB2-ben erre sem tudnának bent maradni, ha csak nyírbátori? Nem, mert megpróbáltuk, és a 6. forduló után kellett lépnünk. Uh-huh. Illetve egy másik példát tudnék felhozni. Az elmúlt szezonban a Fehérgyarmat, aki tulajdonképpen helyi játékosokra alapozva indult neki a bajnokságnak, egy-két úgymond légióssal megerősítve, simán kipottyant az MB2-ből. Az a Berettyóújfalu, aki tavaly szintén kiesett csont nélkül az MB2-es bajnokságból, ők szintén 90%-ban helyi játékosokból álltak. Ma már ez elképzelhetetlen. Lehet, hogy egy teljesen őrültségnek tűnő kérdést teszek fel, de hát tulajdonképpen mi szükség van Nyírbátorban egy középszerű MB2-es csapatra, ahová igazolni kell egyébként máshonnan játékosokat, miközben lehetnének megyei első osztályúak, simán nyerhetnének. Csupán pénzkérdés, tehát TAO kérdés ez az egész ügy? Hát azért én ennek ezzel vitatkoznék, hogy középszerű a csapatunk, hiszen az első évben második helyet, tehát amióta ez a sport és utánpótlás nevelő KFT megalakult, és ismételten átvettük a kézilabdának az irányítását ebben a formában, a városban, és mögöttünk érezve egy stabil önkormányzatot, azért az első évben második helyen végzett a csapat. A tavalyi szezonban pedig egy pont hiány maradtunk le a dobogóról, lettünk negyedikek. Hát igen, tehát ez azért nem a középszerűséget jelzi. Mondja ön, de hogyha már a múltat ön idézte, akkor ugye második, negyedik, igen. Most állnak a hetedik. Igen. Ez azért visszafelé. Igen, ez így tűnhet most jelen pillanatban, és ezek tények, ezekkel nem lehet vitatkozni. Viszont ott az előbb az okfejtésemben elakadtam, illetve eltereltük másfelé a szót, hogy így indultunk neki, hogy a helyi fiataljainkra alapozunk, és próbálunk ennek az 5-6. helynek megfelelni. Aztán a 6. fordulóban
rájöttünk, hogy ez ide nagyon karcsú lesz. Ugyanis az első hazai mérkőzésünket megnyertük, akkor hurrá hangulat volt egy Hajdúböszörmény ellen, nagyon jó játékkal, lelkes játékkal nyertünk. Aztán utána a hatodik fordulóig ez volt az egyetlen egy győztes meccse a csapatnak. Igaz, hogy utána a sorsolás folyamán folytán pontosan azok a csapatokkal játszottunk, a Deac-szal, a Kazincbarcikával, a Füzesabonya, akik még mind jelenleg is előttünk állnak, tehát a sorsolás is olyan volt, de akkor összedugtuk a fejünket, és leültünk, hogy megbeszéljük azt, hogy ne hagyjuk ezt a döntést tavaszra, itt lépni kell, és akkor... Hány játékost hoztak vissza? Hát tulajdonképpen kettő játékosunk olyan állt vissza, aki el sem ment. Tehát a Pisák Tibor és a Kovács Ákos el sem igazolt sehova. Ők kértek, az egyik, a Pisák Tibor, ő tulajdonképpen úgy gondolta, hogy abba hagyja a kézilabdát, a Kovács Ákos pedig kért egy kis regenerálódási megkapta. Időt, pihenőt, megkapta, de az első hozták, hívószóra... Hozták azt, amiért vissza... Igen, ugyanis az utolsó öt mérkőzésből négyet megnyertünk. A csapat mekkora keretből áll most össze? Tehát mekkora keret jelenleg? Létszámilag? Igen, létszámilag 18 fő az, akiből ki lehet... 18-19 fő az, akiből ki lehet alakítani a benevezhető 16 játékos. Hogy látja ön, hogy hol kell erősíteni ahhoz, hogy esetleg ismét ki lehessen tűzni a dobogót majd? Hát már megerősödtünk. De hát emellett jó, a két játékos mellett a Takács Zalán irányítói poszterre, aki elment a testnevelési egyetemre tőlünk az elmúlt szezonhoz képest, hoztuk a Mészáros Ákos Kisvárdáról, aki ott kevesebb játék lehetőséget kapott, de én tudtam, hogy egy nagyon használható játékos, és hogyha bizalmat kap, akkor fog vele élni. Illetve a beállós posztra, a Borbence távozása után megüresedett posztra hoztuk a Nyíregyházától Illés Norbertet, akit szintén ismertem már Fehérgyarmatról, illetve Kisvárdáról. Így Kovács Ákossa és Pisák Tiborral, ezzel a négy játékossal megerősödtünk. És ott megállnak az igazolásban? Igen, vagy? Igen. Tehát igen, ez a keret, ez... De már úgy értem, hogy ez a keret, ez az idei keret, ez ugye? Ez az idei erre keret, szezonra, így van. De azért tervekben van, hogy erősítik tovább csapatot, hát, vagy maradnak, azt mondják, hogy az 1-6-ban vagyunk, folyamatosan jövőre és azt követően, és az nekünk elég. Ez a keret, ami jelenleg most rendelkezésünkre áll, meggyőződésem, hogy ez az első négy legerősebb keretben benne van a mezőnyt ismerve. Az első négy. Tehát úgy gondolja, hogy a tavasz az hozhat olyan fordulatot a Nyírbátor életében, amivel feljebb. A tavasz az egyébként, hogyha visszatekintünk az elmúlt bajnokságokra, aki egy kicsit belebújik, beleréved a statisztikába, az láthatja, a tavaszunk mindig remekül sikerült a tavalyi szezonban is, illetve a tavaly előtti szezonban is. Ez köszönhető annak, hogy igen komoly edzésmunka folyik a csapatnál, és amikor a bajnokság vége felé közeledünk, akkor kijönnek azok az erőnléti pluszok, amit a heti négy edzéssel készülő játékosaink érvényre tudnak juttatni a mérkőzéseket. Ön most úgy látja, hogy az eredeti célkitűzést végül is ezzel a visszaerősített kerettel el fogják tudni érni? Természetesen. Mennyi a lemaradásuk? Hát az a baj, hogy a dobogóhoz már 7 pont a lemaradásunk, de nincsenek lehetetlenek. Én biztos vagyok benne, hogy megint egy szép tavasz elé nézünk, mert a felkészülés is ezt mutatja. Szorgalmasan járnak a játékosaink edzése. Elvégzik a Csapos János edző által előírtakat, és innentől kezdve bízva az elvégzett munkában, én bízom abban, hogy szintén sikeres tavasz fog. És a számításaim szerint, igaz, hogy az ősszel is számítottam, X mennyiségű pontra, ahhoz képest kevesebbet. Hát én 13 pontra azért. 13 mennyire számít tavasz, így most? Pontban nem fejezem ki, de azt mondom, hogy a harmadik, negyedik hely, tehát még az, a bejöhet. Az bejöhet, igen. Na most, jó. Az eredmények szerencsés alakulása esetén, mert ugye ehhez igen, az is kell, persze. Akár a dobogó. Na most... Nyírbátorban
amikor létrehozták ezt a szervezetet, amelyben ugye a kézilabda most az egyetlen igazi sportág, akkor valójában az élvonalbeli sportot tekintve mi volt a cél? Tehát megfogalmazták-e célnak azt, hogy itt a MB2, MB1B, vagy mi? Na, hát a cél az az volt, hogy minél több gyereket bevonjunk a sport és utánpótlás nevelő non-profit Kft-be. Minél több gyereket, ami az elmúlt 10 évben ennél a klubnál, az előd a VKK volt, ami elmaradt. Ha megengedi, én erre vissza fogok térni, megígérem, de most először akkor menjünk már a felnőtt csapatnál. De ott mi volt a cél? Hát a cél az az volt, hogy ugye egy NB1B-ből kiesett csapatot vettünk át. Egy NB1B-ből kiesett csapatot, ami gyakorlatilag már a következő idényben is egy pár helyi játékos maradt abból a csapatból. Tehát az NB1B-ből kiesett csapat. Teljesen átszerveztük a csapatot, sikerült helyiek közül olyanokat beállítani a csatasorba, akiknek az a sikertelen NB1B-s utolsó szezon kedvét szegte már. Ja, de most egy kicsit nem arról beszélünk, erről is beszélhetünk, de először a célt mondjam már meg nekem, tehát, és utána majd elmondjuk a hozzávezető utat. Tehát a cél az az, és én nekem meggyőződésem, illetve én tulajdonképpen a hívószóra azért is jöttem vissza Nyírbátorba, mert én nekem a távlati célom az, hogy ismét egy NB1B-s csapatot világos. Hány év alatt? Csináljunk itt Nyírbátorban. Ez nem csak elhatározás kérdése, ehhez a tárgyi csarnok, stb. Dolgoknak plusz is. Plusz pénz. Hát persze, ez pénzekonban már nem lehet. Na, mégis, hát ez csak lehetett egy tervet. Hogy? Csak lehetett egy tervet. Tehát készült egy terv. Igen, készült, de ennek... Hány év alatt kellene visszajutni az NB1B-be? Ezt akár jövőre megtehetnénk. De a jelenlegi... Ez igazolás kérdése csak? Tessé? Ez igazolás kérdése Ez igazolás kérdése. És nem is olyan sok igazolás kellene sürgeti, ez a jelenlegi sürgeti csapathoz. Önöket valaki ez ügyben? Tehát mondjuk város nyilván tesz bele pénzt, megfogalmazta azt a célt, hogy itt nem tudom, záros határidőn belül legyen egy NB1B-s csapat, vagy azt mondja, hogy maradjanak inkább NB2-ben, olcsóbb, ugyanúgy kiszolgálja a közönséget, ha egyáltalán, és rendben van. Tehát így konkrétan semmiféle sürgetés vagy nyomás ránk nem nehezedik az NB1B-t illetően. Azzal kapcsolatosan igen, hogy minél több gyereket vonjunk be, minél több helyi játékos kerüljön. Megígérem, hogy visszatérünk, csak zárjuk már ezt a történetet. Nincs nyomás. Tehát ilyen akkor, jellegű nyomás tehát nincs. Akkor ma reálisan nem látszik az, hogy NB1B. Hát... Most a realitást... Tehát ebben a szezonban? Hát nem ebben a szezonban, hanem nem tudom, záros határidőn belül, 2-3 éven belül. Akár. De még, hát ez, még ott van az ön fejében, hogy akár 2-3 éven igen, belül? Igen. Akár a következő szezont is, hogyha, mondom, nem is sok kellene ehhez a kerethez. Az én... De azt már innen nem lehet megoldani. Innen helyből nem lehet megoldani, de nem olyan sok játékos kellene ehhez a kerethez, hogy ha nem is elhatározott célra úgy indulunk neki, hogy följussunk, de megnyerhetjük az NB2-es bajnokságot. Annak meg lennének az anyagi alapjai, hogy önök nyugodtan szerepeljenek az NB1B-ben? Most hogy látszik? Hát ez ebbe az a egy drágább pénzügy, osztály. Az egy jóval drágább osztály, sőt, amit tervez a Magyar Kézilabda Szövetség, hogy az NB1B is mondjuk még nem egy vagy következő szezontól egy csoportossá teszi, a jelenlegi 2 csoportos, mert most van keleti, illetve nyugati csoport. Világos. Ez nagy mértékben megerősíti, illetve ez a cél is, megerősíti, illetve nagyobb, sokkal nagyobb anyagi terhet ró azokra a csapatokra, aki az NB1B-ben szerepel. Hát már ez nyilvánvalóan a játékos állomány. Hát minden tekintetben. Világos. Tehát ez sokkal erősebb. Mindjárt a gyerekekről is beszélünk, hol kellene erősíteni a csapatot egyébként, tehát mely posztokon, illetve hát mi lenne a helyzet? De mihez akkor, képest? Hát hogyha erősíteni, igen tovább akarnak lépni. Hát én egyébként most nem hegyezném ki ezt a beszélgetést annyira az NB1-re, hanem egy stabil NB2-es... Stabil. Ahhoz kell erősíteni még?
Nem. Nincs nem. is terve? De ahhoz erősödnie kellene majd azoknak a fiataljainknak, akik még most az első hat fordulóban könnyűnek találtattak. Világos. Nekik ehhez sok munka kell, szorgalom, kitartás. És hogy menedzselik őket egyébként ezért, hogy ez az erősödés mentálisan is, meg nyilván fizikálisan is megtörténik? Nyilván úgy ösztönözzük őket, hogy ami ehhez a sportághoz szükséges, tárgyi feltételeket mindenben biztosítunk nekik, és tulajdonképpen egy olyan légkört próbálunk kialakítani a helyi érzésnek a fokozásával, hogy nyírmátor azért nagy hagyományai vannak a férfi kézilabdának, hogy ezt mindenki érezze át, és próbálja meg magáévá tenni. Azok a játékosok, akik itt vannak harmadik szezon óta, szinte én már őket nem is úgy kezelem, akik, hogy nem nyírmátoriak, mert teljes egészében azonosultak a városi... Hát meg nekik a csapat kell, hogy a mindenük legyen. Így van. Egyébként egy M2-es játékos kap pénzt? Hát én úgy mondanám, hogy gyakorlatilag... Ide nézzen rám, és az a legjobb. Igen, ezt már, hogy hetente 4 estét itt edzéssel tartson. Nem kell körbeírni. Hétvégén menjen és játszon. Ezért igen, egy minimális térítést kapnak. Nagyjából mennyiből jön ki egy játékos? Ez nyilvánvalóan nem egyforma. Vagy egyforma? Hát nem, mert kategorizálva vannak a játékosok. Hát tulajdonképpen a fiatal játékos, ő neki egy olyan ösztönző, ami ösztönözze arra, hogy eljuthasson egy magasabb szintre. Mennyi a legkevesebb és mennyi a legkevesebb? Hadd ne beszéljek összegszerű dolgokról, mert ahány ember annyi... De önök nem, hogy is mondjam, csak hát normál költségvetése. Ez ilyen költségtérítés. De normál költségvetése dolgoznak, tehát az nyilván nagy beszámolóban szerint. Igen, hát vannak pontpénz, amiből összetevődik ez. Mondjuk 50 ezertől 250 ezerig? Dehogy is. Nem. Mennyi a csúcs? Mennyi a maximum? Tehát ilyenről szó sincs. De tényleg, mennyi? Hogy képzeljük el ezt kívülről? 40 ezer, 40 és 100 közötti összeget. Jó, oké, hát ez egy fél profi társulat tulajdonképpen a meccszámot, illetve az edzésszámot tekintve. Edzésszám, heti 4 alkalommal mennek haza. Este 10 koráját, mert mindenki munka mellett. Nem azért kérdeztem, hogy ez bárki is sajnálja, csak hogy legyen valami persze, fogalmunk. Csak ezt sokan tudom, hogy ki szokták forgatni ezeket a dolgokat, az anyagi dolgokat. Nem sajnos... Kell. Tessék? Nem kell kiforgatni. Nem kell, én is ezt mondom, de sajnos ezt kiszokták, és nem nézik azt az elvégzett munkát, azt az időt, amit ezek a játékosok erre fordítanak, hogy a nyírbátor kézilabdája sikeres legyen. Jó, mi csak annyit várunk el a nyírbátoriak, hogy a csapat sikeres legyen. Így van. Dolgozzanak meg a pénzeket. Így van. Kész. Minél nagyobb szint, annál nagyobb a pénz. Ez így van. Igen. Jó. Na, akkor most megengedem, hogy szóval amikor megalakult ez a cég, annak ugye az volt az egyik kimondott célkitűzése, hogy szélesítse a kézilabda bázisát. Hogy történt ez meg? Megtörtént, illetve van-e ebben egy komoly, értékelhető előrelépés? Na hát akkor kezdem onnan, amit már elkezdtem, aztán csak elmentünk megbeszéltük, hogy majd visszatérünk erre, hogy amikor mi 3 évvel ezelőtt átvettük ezt a sport és utánpótlás nevű non-profit Kft-t, akkor gyakorlatilag találkoztunk egy NB1-ből kiesett csapattal, és annak az szétszélett ifjével. NB2-ben azt tudni kell, hogy egyetlen egy utánpótlás csapatot kötelezettségül a Magyar Kézilabda Szövetség az MB2-ben szereplő csapatokra, ez pedig az ifjúsági csapat. Az első évben mi így indultunk el, hogy összeszedtük az ifjúsági csapatot. Mondom, sok gyereket vissza kellett ehhez a sportákhoz csábítani, mert a sorozatos kudarcok folyamán, stb. Elszélettek a kézilabdától. Tehát már az első évben indítottunk ifjúsági csapatot, illetve serdülő csapatot. A serdülő csapat az az ifjúsági csapat előtti fokozat, illetve már akkor megkezdte Csapos János, aki a felnőtt csapat edzője is, azt az U9-es
Szivacs kézilabda csapatnak a fölépítését, ami most U12-nél tart, és tulajdonképpen... Tehát van 9-10-11-12? Na most nekünk van, erre majd ki akartam térni, hogy most jelen pillanatban van U9, U10, U12, U15, serdülő, ifjúsági, felnőtt és megyei csapatunk. Tehát 8. Tehát 8 csapat lett a három évnek, a három szezonnak a termése. Ez úgy nagyjából meg is marad, ugye? Ez a bázis. Hát ezek így folyamatosan bővültek, ezek a utánpótlás csapatok főképpen. Mert mondtam, hogy az első szezonban volt egy ifjúsági, egy serdülő, illetve akkor kezdtük el az alapjegyet. De nagyjából ez marad, ez nem szélesítik. Nem, még majd szeretnénk ezt továbbiakban is úgy bővíteni, hogy mindig alulról. Milányos. Tehát ami most U9, az jövőre U10 lesz, de jövőre is U9-et azért indítsunk. Mert az U10, ami most U12, és indítottuk U9-nek, tehát a 9 évesekkel, az az első olyan termése a jelenlegi felállásnak, akiket már mi alkottunk meg, mi hoztunk létre, és a mi produktumunk, hogy tehát, úgy mondjam. Jó, akkor ezt most jól értjük, kiszélesedett a fiú vonalon a kézilabda Nyírbátorban. Na most már csak az utolsó rész, amiről szeretnék beszélni, és hogy szereti a kézilabdát Nyírbátor közönsége? Túl nagy tömeg nem jár ki, ugye, a meccseikre? Még azért egy mondatra, mert megérdemlik az edzők, hogy megemlítsem őket. Tehát az U9-nek a Varga Rihárd az edzője, az U10-nek Csapos Zsolt az edzője, az U15-nek Hegedűs Sándor az edzője, az U12-nek, mint említettem, Csapos János, aki a felnőtt csapatnak is az edzője, a serdülő, illetve az ifjúsági csapatnak pedig Kunákos látja el az edzői feladatait. Gratulálok nekik is. Sok munkát nyilván, fektetnek bele. Ez teljesen nyilván, így van. És még ide tartozik, hadd mondjam el ezt, mielőtt rátérnék a föltett kérdésre, hogy most körvonalazódik a városon belül, hogy együttműködési megállapodást kötünk az Aranysárkányban nevelkedő fiú ágazatú, kézi, ugye amit Vejvi Zoltán irányít, és már a múlt év végén leültünk, biztatóan alakulnak az együttműködési. Túl sok értelme nincs. De két, van. Két helyen. Már úgy értem, ja, igen, ennek így van. Egy kisvároson belül túl sok értelme nincs, két helyen. Igen. De tulajdonképpen úgy fogunk együttműködni, hogy a két hely megmarad, de alánk dolgozik majd az Aranysárkány, illetve amiben mi is tudunk nekik segíteni, segítünk. Erre már van példa, időpont átadással, stb. Csarnok. Ez egy jó irányú együttműködés, ami elindult, és ennek csak a Nyírbátor férfi ágazata fogja a hasznát látni. Így van. Na, és Nyírbátor közönsége és is. Így van. Vagy akkor kapcsoljuk most vissza a kérdéshez. Így van. Tömeg nem jár ki, ugye? Hát elég hullámzó, de tömegről nem lehet beszélni. Én tömegnek azt mondjuk megtölteni folyamatosan ott a lelátót, ami kicsi. Amikor a 90-es években, ugye én 12 évig csináltam Nyírbátor kézilabda sportjátnak, egy személyi vezetője voltam tulajdonképpen, ebben voltak NB1-s évek, és nagyon büszke vagyok arra, hogy az irányításom alatt ért el Nyírbátor történelmeben NB1-ben a 6. helyezést, és akkor táblás lelátókkal, ami 6... Bízisten mondom önnek, hogy gratulálok, de most tényleg nem ez a kérdés. De most értek ki arra, hogy akkor 600 fő ült a lelátón. Aha. Minden mérkőzésen. Ehhez képest most 100-150 ember, Utána. Aki olyan meccs is van, de jegyet árulunk, és azért tudom mondani, Ilányos. Hogy 100-150 az a létszám, ami tényleg olyan mérkőzésekre, megyei rangadókra, ahonnan jönnek, mit tudom, Kisvárdáló és a Fehérgyarmatok. Mi a gond a közönsége? Nem tudják, hogy önök mit tudnak, vagy nem tudnak annyit, hogy ez bevonza a közönséget? Nem erről van szó. Szerintem annyira szerteágazó már ma a mai embereknek az elfoglaltsága, illetve a más irányú tevékenysége, hogy nagyon nehéz ide visszacsábítani. Pedig azok a lépések, amellett, hogy helyi játékosokat, gyerekeket vonunk be, arra irányulnak, hogy közönséget. A barátnő, a szomszéd, a nagybácsika, a szülők, stb. Ezek megjelenjenek a lelátón. Igen, de most én azon gondolkodom, itt ez az utolsó most már, hogy ugye előbb-utóbb csak megépül, bár kisebb volumenben az a csarnok, ami majd otthont ad ennek a kézilabda sportágnak is,
hogy hát ha csak a kézilabda lenne a fő sportág, akkor vajon mekkora lelátót kellene oda építeni? Hát azért legyünk optimisták. Legyünk. Én azt gondolom, hogy az, ami most terben van, úgy tudomásom szerint 8-900 fő befogadó képességű... Csak egy kongócsarnokban nagyon kellemetlen játszani. De hát akkor már visszatérhetnénk ahhoz a gondolat, hogy oda már igenis érdemes egy NB1-s olyan csapatot. És ami a mi célkitűzésünk, hogy a megyében látjuk, hogy Nyíregyházán most nem a legjobb állapotban van a magasabb osztályban szervezett csapat. Hát a legjobb megyei csapat. Amit most, mióta átvettük ezt a ismételten a kézilabdát, minden bajnoki szezonban, tehát lement 2,5 szezon, ugye? Igen. A megyei NB2-es csapatok közül, ami ugye még ide szám Fehérgyarmat, Kisvárda, Tiszavasvári, Nyírbátor, mindig mi végeztünk a megyei csapatok tekintetében a legelőkelőbb helyen. Nagyszerű. Most már csak egy utolsó, és nagyon, nagyon rövid válasz. Februárban mikor kezdődik a bajnokság? Az alapozást már megkezdtük, a bajnokság pedig február 15-én fog kezdődni. Idegenbeli mérkőzéssel kezdünk. Mikor lesz az első hazai? Rá egy hétre. Tehát február 22-én Nyírbátorban, a szokásos helyen. Szokásos helyen, szokásos időben. Most pontosan nem tudom megmondani, nincs a fejemben, hogy szombaton vagy vasárnap, de hétvégén. Azt mindig közé tesszük a Facebookon, jó, és tájékoztatjuk a közönséget. És előbb utóbbit is megnézhetik nálunk. Így van. Köszönöm önnek, hogy itt volt, önöknek a figyelmet, majd innen folytatjuk egy másik sportággal, egy másik műsorban.